Szevasztok, nemrég megjelent egy az utóbbi időben eléggé népszerű sorozatnak az ötödik évada, és ez a sorozat nem más, mint a Cobra Kai. Ez a sorozat az eredeti régi Karate Kidnek a folytatása, ugye sorozat formában. Hát már nem ma indult a sorozat, és az első pár évada még nem igazán futott be, viszont mint a legtöbb sorozatnál itt is évek után megjött a siker, mint például a Money Heist-nél volt, ugye, annál is ugyanez volt, úgyhogy ja. Ugye azóta már magyar szinkront is kapott minden, már az ötödik évad is úgy jelent meg, úgyhogy amikor kijött, meg is néztem a 10 részt, ugye, ami jött az ötödik évadba, és úgy néz ki, hogy lesz 6. évad is. Úgyhogy ennek örömére megpróbáltam összeszedni a legerősebb Cobra Kai karaktereket. Ilyen videót még nem igazán láttam, de biztosan csináltak már, magyarul még szerintem nem, úgyhogy ja, király lesz. Úgyhogy hát nehéz lesz, nem lesz egy egyszerű dolog. Hát megpróbálom all time-ba nézni, hogy kik voltak a legerősebbek, ugye kik a legerősebbek, ugye. Akik a sorozatban is jelen vannak. Úgyhogy így próbáltam meg összetenni ezt a listát. 5. helyre raktam Chosen Toguchit, hát remélem, hogy jól ejtettem ki a nevét. Ugye őt hívta Daniel az 5. évadra, hogy segítsen ugye felkészíteni a gyerekeket. És azért gondolom, hogy ő az 5. legerősebb, ugyanis ugye ő tanított egy olyan technikát Danielnek, hogy ez a bénító technika, vagy valami ilyesmi, és az egy nagyon erős technika, amit csak ugye ezzel a Miyagi karatéval lehet elérni, meg ő már ennek is a tovább fejlesztett verzióját tudja, ugye, tehát ki tudja, hogy még mennyi ilyen taktikát, meg ilyesmiket ismerhet. Úgyhogy szerintem ő az 5. helyen foglal helyet. 4. helyre pedig 2 embert fúzionáltam össze, mégpedig a 2 fő szenszájt ugye a sorozatból, Johnny Lawrence-et és Daniel LaRusso-t. Azért raktam őket össze, vagy hát így egybe, 4. helyre, ugyanis ők mind a ketten 2 különböző harc stílust, ugye karate stílust ugye tudnak, viszont az évadok során ugye már annyira, úgymond így összenőttek, meg úgymond ténylegesen fúzionálták ezt a 2 karate stílust, hogy a vége fele már ugye Johnny is rendelkezik egy olyan tudással, amivel ugye LaRusso, és LaRusso is megtanulta már azt, hogy igenis néha elsőnek kell ütni, stb. Tehát mind a ketten már úgymond tudatában vannak mind a 2 stílusnak a jegyeivel, ezáltal úgymond, ugye, tehát konkrétan már egy. Tehát a Miyagi, meg a Miyagi-Do, meg a Cobra Kai, az már úgymond egy ilyen egységes valami. Legalábbis, amit ugye ők ketten már ugye tudnak. Úgyhogy ők ketten lettek a 4. helyen. 3. helyre pedig Robbie Keane-t raktam. És lehet, hogy furcsa lehet, hogy miért raktam ugye a 2 senseit a 4. helyre, viszont azért, mivel Robbie szerintem jelenleg a legerősebb ugye fiúkból, gyerekekből a legerősebb úgymond karatés. Ilaj Moszkovicsot is ide lehetne rakni, de igazából nem nagyon lehet most így eldönteni, hogy akkor most melyikük lenne az erősebb. Hát ugye eredmények alapján ugye Eli, viszont Robbie is ugye megtapasztalta mind a 2 stílust, tehát ő is már nagyon sok stílust hordoz magába, így valószínűleg az ő harci tudása sokkal magasabb, mint Eli-é, főleg azért is, mert ugye Robbie-t ugye elsőnek LaRusso tanította, úgyhogy ezáltal még nagyobb tudást tudott felhalmozni. Még ugye Eli kezdetben inkább az egósabb, ugye Cobra Kai-t tanulta meg, szóval, és azzal eléggé nagyot is lehet pofára esni, de egy olyan harcos, aki
megfontolt, stb., annak az sokkal veszélyesebb lehet. Második helyre pedig Terry Silvert raktam, ugye a Cobra Kai alapítójának a második emberét. Hát így összességében ő az egyik legnagyobb harcos így a sorozatba, mert ugye nem fél olyan eszközökhöz nyúlni, amik igazán veszélyessé tehetnek egy harcot, ugye, és tehát mind erőben, stílusban nagyon sokat tud, és mellé még ugye mentálisan is ugye veszélyes, észben is, úgyhogy ezt tette igazából a sorozat egyik legveszélyesebb ellenfelévé, viszont ugye hát ő is úgymond így elbukott a végén, viszont egy biztos, hogy így önmagában a karaktere az egyik legerősebb lehet, hogyha nem a legerősebb a sorozatban. És az első helyre pedig John Kreese-t raktam, és ezt tudom, hogy fura lehet igazából sok ember számára, viszont ugye hát ő maga alkotta meg a Cobra Kai-t, és igaz, hogy az évadok során úgymond hát ő is nagyot bukott, meg leépült, meg minden, viszont ugye az, hogy még úgy is megőrizte ugye a logikáját, stb., amikor ugye hátba szúrták és börtönbe került, még akkor is ugye hidegvérű tudott maradni, és ezt teszi igazából az egyik legveszélyesebb harcossá. Szóval szerintem, ugye hogyha majd jön a hatodik évad, vagy valami, akkor valószínűleg ő lesz a legnagyobb szerepben, úgymond, mert ugye kiszabadult meg minden, most bocs, a spoileres volt, de szóval, hogy ő lehet a legerősebb karakter a Cobra Kai-ban, így all time. És jöjjenek a lehetséges legjobbak a későbbiekben. Kenny Payne, igazából ő is az egyik legnagyobb harcos lehetne majd a későbbiekben. És női kategóriában pedig Devon Lee lehet az, aki majd a későbbiekben ugye a legerősebb lehet. Hát ezek voltak szerintem a legerősebb szereplők, ugye Miguel lenne az, aki úgymond a legnagyobb tanítvány lehetett volna, de ő már évadokon keresztül ugye inkább csak mellékszerepben van, és úgymond le van épülve, így nézve, tehát az ő harci stílusa meg tudása ugye le van maradva az 1-2-3 évadnál, de hát ugye azóta már sok dolog történt. Úgyhogy hát, ja, írjátok le a saját véleményeteket, meg listátokat, szavaztok!